Az ünnepről, az egymásra figyelés fontosságáról beszélt köszöntőjében Balázs Piroska, a segítőkész kispesti gondozó szolgálat intézmény vezetője. Engedjék meg, hogy egy kedves karácsonyi idézettel kezdjem, mely az igazi karácsonyról szól. Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony. Ez az idézet Szilágyi Domokostól, aki erdélyi magyar író, költő, és nagyon rövid ideig élt, 38-ban született, 1976-ban halt meg Kolozsváron. Karácsonyról csak röviden annyit, hogy a kereszténység egyik legszebb, legjelentősebb ünnepe, mely az élet újjászületésének jegyében a szeretet, a boldogság, az összetartozás kifejezésének a szimbóluma is egyben. Melegség tölti el a szívünket, és egy időre megállunk, elgondolkodunk, és próbálunk számvetést tenni az elmúlt időszaknál a cselekedeteinkről. Az adventi hangulatban a másik emberre figyeljünk, és figyelünk arra, és arra gondolunk, hogy miben segíthetünk azoknak, akiket szolgálunk, valamint azoknak, akiknek fontosak vagyunk, és fontosak számunkra. Vincek György alpolgármester egy Betlehemben tett novemberi zarándokút emlékeit osztotta meg a jelenlévőkkel. Arról beszélt, hogy mennyire mélyen megérintette az a sokszínűség, amely jellemezte ezt az utat. Az, hogy a sokféle nemzetiségű és különféle vallású ember a születés templománál békességben, nyugalomban, harmóniában volt egymással. Ezt a nyugalmat és békét kívánta az elkövetkező ünnepekre minden kispestinek. Nagyon örülök annak, hogy ma nem csak a gondozottaink vannak itt, hanem azok a civil szervezetek is, akik folyamatosan kapcsolatban állnak már évről évre a gondozó szolgálattal, és ők vendégségbe jöhettek. Úgyhogy tulajdonképpen, akik itt ülnek, azok egész Kispest fiataljait lefedik. Azt szeretném kívánni önöknek zárásképp, hogy mindenki, aki teheti, próbáljon lazítani, kapcsolja ki magát a hétköznapok borzalmaitól. Hát van benne részünk itt Kispesten is bőven. Nyugodjunk meg, higgadjunk le, legalább erre az ünnepekre, legalább az új évig őrizzük meg a higgadságunkat, nyugalmunkat, önmagunkkal foglalkozunk, legyünk egy kicsit önzők, kényeztessük magunkat, ha tudjuk. Hagyjuk, hogy mások kényeztessenek. Ez is egy nagyon fontos, már akinek van ilyen párja. Úgyhogy ezt kívánom, és legyen azok számára, akik nagyobb családban ünnepelnek, szép harmonikus ez a hét, és az azt követő hetek is. Legyen béke, boldogság, és a jövő évre pedig jó egészséget kívánok valamennyiüknek. Az ünnepi gondolatok után adventi dallamok címmel karácsonyra hangoló zenei műsort hallhatott a közönség Egyházi Géza, a Pesti Művész Színház énekes színművésze és a Két Szoknya Egy Nadrág színtársulat tagjai Mádi Piroska, Sub Gabi és Cakó Ádám operett musical énekesek előadásában. Mindenki vigyel, s valaki majd játszik sokan ővel, valaki majd